Tamási és környéke szociális központ nem csak a településen, hanem a környező falvakban élőkkel is kapcsolatot tart, így sok helyről érkeztek ezen a napon a kisdiákok, hogy megkapják az adományokat. Ami számos családnak nagy segítség ezekben az időkben. De a gyerekek is nagyon örültek a jó minőségű tanszereknek. Ugye táskát, meg tolltartót, meg ceruzákat, meg szerintem lapokat, meg füzeteket. Az átadott tanszerek mellett még egyéb meglepetések is várták az ideérkező gyerekeket. Nagyon vártuk a gyermekeket és a szüleiket, és hogy ne egy hagyományos adományosztás legyen ez a mai nap, ezért a kollégáimmal úgy gondoltuk, hogy megvendégeljük a gyermekeket, és egy kis pogácsával, édes süteménnyel és szörppel vártuk őket, így a várakozás is könnyebben telt, amíg mindenki átvehette a névre szóló tanszercsomagjaikat. A két szervezet már harmadik éve dolgozik együtt, akár élelmiszeradományok kiosztásánál, akár a hátrányos helyzetű családok segítésével. Most 50 gyermeket tudtunk segíteni, és még 22-nek, ezen a héten 22 gyermeknek osztottunk mi tanszercsomagot, a Tamási és környéke szociális központ, ami úgy jöhetett létre, hogy megkerestem több irodaszergyártó céget, és hál' Istennek pozitív elbírálásban részesült a megkeresésem, és így több támogatásban is részesültünk, több cég által, és így még 22 gyermeknek tudtunk ezen felül mi intézményként támogatást adni a tanév kezdetére. Az egész évben segítő intézmény több mint 1000 rászorulót tart nyilván, csak a településen és környékén. Egyre többen keresnek meg bennünket, ami nehézséget is okoz, hogy mindenkinek nem tudunk egyszerre azonnal segítséget nyújtani. Eleve amiatt is nehézkesebb, hogy nem egy települést látunk el, hanem ugye 14-et, és van úgy, hogy egy másik településről úgy gondoljuk, hogy nagyobb bajban van esetleg egy család, és akkor mérlegelnünk kell, hogy a rendelkezésre álló adományaink azok meddig elég, és kinek tudjuk adni. Nyilván ez is nehézséget okoz olykor. A szervezet dolgozói annyi embernek próbálnak segíteni, amennyinek csak tudnak. Igazából az idős korosztálytól a gyermekekig mindenki benne van, tehát nem is több száz, hanem 1000 fő is akár lehet. Most, mivel hogy szeptember indul, és a tanévkezdés az, ami a családokat talán a legjobban megterheli anyagilag, így mi is ehhez a kezdeményezéshez adjuk a nevünket, és ebben próbálunk segíteni, mert most úgy gondoltuk, hogy ide kell a segítség. Egyébként pedig rendszeresen élelmiszeradományt tudunk biztosítani az arra rászorulóknak, vagy az arra igénylőknek. Itt is megvannak azok az időpontok, azok a lehetőségek, amikor az intézményünk tud csatlakozni egy kezdeményezéshez, például karácsony környékén, amikor önkénteseink és kollégáim segítségével élelmiszer tudunk gyűjteni hipermarketekben, amit később majd ki tudunk osztani az igénylők számára.